широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход под городом горьким, где ясные зорьки проводят. Kedves és tisztelt nézőim, mielőtt tovább megyünk és folytatjuk a mostani adásunkat, emlékeztetni szeretném önöket, még mindig a Brezsnyev ciklusban vagyunk. Igen ám, de ahhoz, hogy megértsük Brezsnyevet, ismerni kell a korát, az őt érintő impulzusokat, fontos látnunk a korszakot, melyben Brezsnyev szocializálódott. De hát Hruscsov sorozatban is valahogy így jártunk el, szó esett a Kennedy klánról, Marilyn Monroe-ról, és a karibi válsággal kapcsolatban egészen visszamentünk a kubai történelem bugyraiba. Előző adásunkat Gorkijjal fejeztük be nem véletlenül. A személye megkerülhetetlen, hiszen Gorki nagyon fontos szerepet játszott a Szovjetunió története első két évtizedében. Gorkijt Oroszországban napjainkban lebecsülik, ami döbbenetes, még akkor is, ha hatalmas irodalmi hagyatéka valóban nem mondható koherensnek. Ám a korai romantikus elbeszélései, vagy az Éjjeli menedékhely és a Jegor Bulicsov című színdarabjai, vagy az Artamonovok, az Árulók lélektanát és az orosz vidéki városok folytogató atmoszféráját felidéző számos kisregénye örökérvényű nagy művek, melyeket ma is érdemes olvasni. Számomra Maxim Gorki írói övrénél is jelentősebb, vagy ugyanolyan jelentős a levél hagyatéka. Több mint 20 000 levelet hagyott hátra. Néha csak úgy kijött belőle, hogy gondjai vannak, bajai vannak, gyónásszerűen írta meg ezeket. Sok minden nyomasztotta. Nyugtalan alkat volt, sérült lélek, többször kísérelt meg bizony öngyilkosságot. Kamaszként gyakran a vasúti sínek közé feküdt. Megvárta, hogy száguld a vonat feléje, és ő majd a sínek közé fekve legyőzi a halált. Egyszer egy sikertelen erotikus élmény hatására, egy nagyon furcsa történet ez, öngyilkosságot kísérelt meg, pontosan úgy, mint Majakovszki, később szíven lőtte magát. De ami a Majakovszkinál úgymond bevált, és Majakovszki szörnyet halt, eltorzult az arca teljesen, Gorkijnál a golyó célt tévesztett. Gorkijnak volt egy különös szokása. Alkalmanként színházi maszkmestert hívott, hogy elmaszkírozza magát. Álszakában rótta Moszkva utcáit Maxim fiával vagy Kriuskov nevű titkárával, és pénzt osztogatott az embereknek, majd figyelte, ki hogyan reagál. Gorki egész életében Friedrich Nietzsche követője volt. Amikor Roman Rolán, akire Gorki felnézett, Moszkvába érkezett, és ők négy szem közt találkoztak, és Roman Rolán felesége tolmácsolt, akkor Gorki így körülnézett, és valami ilyesmit mondott. Tudja, ezek a nyomorult német fasiszták kisajátították az übermens, a felsőbbrendű ember kifejezést. Érthető, hogy mi kerüljük ezt. Ám bevallom, maga a kifejezés nem irritál annyira, főleg, ha más tartalommal töltjük meg. Fiatal koromban, amikor még nem ismertem Nietzschét, én is aféle übermensnek éreztem, képzeltem magam. Különleges lénynek, prófétának, máskor meg sátánnak. De semmiképp sem átlagos embernek. Persze ezeket az eretnek gondolatokat jobb titokban tartani. Bárkinek is képzelte magát a próféta szerepében, mondjuk az übermens szerepében, tetszelgő Gorkit, édesapja korai halálát képtelen volt feldolgozni. Apja a 3 éves kisgyerek Gorkitól elkapja a kolerát és meghalt. Korábban ő ápolta gyerekét. De Gorki felidézi műveiben,
nem is egyszer, milyen durva volt az apja vele, fizikailag is bántalmazta. Na most apját úgy hívták, hogy Maxim, Gorki eredetileg Alexej Peskov volt, amikor író lett, álnevet választott, és Maxim Gorki lett, és fiát is Maxim névre keresztelte. Hát ez nem lehet véletlen. Gorki unokája, Dária így emlékezett vissza a nagyapjára. Mi ez, ha nem freudi jelenség? Anyám szerint nagyapám, Alexej Maximovics Gorki nem volt hajlandó megismerkedni Zsigmund Freuddal. Más sem mondott vele kapcsolatban, mint hogy gyűlöli őt és lenézi, mint a burzsoá patológia hirdetőjét. Ám élete vége felé bevallotta, hogy mindent elolvasott Freudtól, ami csak megjelent oroszul. Azt is mondta, tartott Freudtól, amiért annyira belelátott az emberekbe. Amikor a vallomással felérő Klimszámgim című nagy regényét írta, egész bekezdéseket emelt át Freudtól, majdnem szó szerint főhőse belső monológiaiba. Szó szerint ezt hallottam jó 30 évvel ezelőtt a moszkvai Vahtangov színház büféjében Dária Peskova színművésznőtől. A Gorki életrajz egy másik nagyon fontos rejtélye a Leninnel való emberi és politikai kapcsolat. Sokat lendített a tisztán látásunkon, hogy közben a rendszerváltást követően megjelentek a korábban titkolt Gorki levelek Leninhez, Lenin levelei Gorkihoz. Némely levél egyébként korábban is megjelent, de hát a cenzúra kigyomlálta az ilyen kétes, gyanús dolgokat. És maga Gorki is tehetett arról, és nem csak a évtizedes agymosás, hogy hibásan, torz fényben láttuk a barátságukat, a kapcsolatukat. Gorki így írt magáról Lenin halálát követően. Fennmaradt kéziratai, vázlatai szerint legkevesebb 6-szor írta át a szövegeket a mindenkori politikai konjunktúrától vezérelve. 1903 óta bolseviknak tartom magam. Lenin 1917. októberében azonban elbizonytalanított engem az elképesztő merészségével. Ám végül Lenin zseniálisabbnak bizonyult, mint azt sokan hitték róla. 1918-tól a Lenin elleni aljas merényletet követően ismét bolseviknak tekintettem magam. Ez azonban így nem igaz. Gorki a kezdetekben jó 10 éven keresztül tényleg bolsevik volt. De amikor első emigrációjából hazatért, akkor eltávolodott, majd szakított a bolsevik párttal, és 1916-ban pedig emberileg lényegében, de politikailag mindenképp szakított Leninnel. 2 évvel később már az októberi fordulat, a bolsevik hatalom átvételt követően Gorki politikai publicistaként ostorozta szabályosan a régi elvbarátait. Lenin, Trocki és követőik már megmérgezték magukat a hatalom rothadt mérgével. Erről tanúskodik a szólásszabadsághoz és azon jogok összességéhez való szégyenletes viszonyuk, amelyek diadaláért küzdött a demokrácia. Környezete tagjainak korabeli feljegyzései szerint Gorki ekkor már a bolsevik párt egyik legádázabb ellensége lett. 1918-ban már így írt Leninről. Lenin nem egy mindenható csodatevő, hanem egy olyan hidegvérű bűvész, aki semmibe veszi a proletariátus életét és becsületét. Ne hagyják a munkások, hogy a kalandorok és az őrültek rájuk tukmálják azokat a szégyenletes, értelmetlen és véres bűnöket, amelyekért nem Leninnek, hanem majd nekik kell megfizetni. Ezek a sorok a Novaja Zsizny című Gorki által szerkesztett kiadványban láttak napvilágot. És ő, az író, maga Gorki, aki egykor a viharmadáról szóló híres versében a forradalom kitöréséről vizionált 1918-ban hétről hétre Lenin és Trocki elhibázott
politikájukról írt kőkemény kifejezéseket használva. Kötélhúzások legelején Lenin sokkal erősebbnek bizonyult. Az övi volt a hatalom. Csípőből lőtt. 1918. július 16-án Lenin utasítására betiltják Gorki lapját. Pétervár szerte elterjedt, hogy küszöbön áll a nagy író letartóztatása. De két hét múlva Lenin lett egy merénylet, ha nem is áldozata, de hát súlyosan megsebesült, és akkor Gorki zavarba jött. Szörnyen hatott rá ez a merénylet, és bolsevik érzelmű környezete, családja nyomást gyakorolt rá, azonnal utazott Moszkvába. Gorki meglátogatta Lenint, hajlandó volt már kiegyezni vele, és akkor Lenin valami ilyesmit mondott. Ezt a golyót az értelmiségtől kaptam. Szinte hihetetlen, hogy a két ember, a két politikus, mert Gorki is az volt, ilyen súlyos ellentétek közepette nagyon jól képes volt olykor együttműködni egymással. Lenin lehetővé tette, hogy Gorki egy egész programot indított el, hogyan kell anyagilag és más módon támogatni a tudósokat, a művészeket, az írókat, a színészeket. Rengeteg bizottság élén állt Gorki. Gyakorlatilag az orosz művészvilág, az orosz íróvilág, az orosz tudós társadalom rengeteget köszönhetett neki. De azért Leninnel időről időre, főleg amikor folyt az értelmiség letartóztatása és horribili dictu kivégzése, azért időről időre nagyon elromlott a kapcsolat, és Lenin 1921-ben olyan erős nyomást gyakorolt Gorkira, hogy Gorki megértette, neki távozni kell az országból, gyakorlatilag emigrált, de a bolsevik vezetéssel azért nem vágta el a szálakat, főleg az anyagiak terén. Maxim Gorki azon kevés emberek egyike volt, akit Lenin nem csak kihasznált, hanem akitől komolyan tartott is. Az író számára pedig Lenin egyszerre jelentett riválist, ellenfelet és egyfajta politikai és lelki kapaszkodót. Sztálin az 1930-as évek végén, pont a politikai perek kellős közepén politikai töltető mecenatúrával foglalkozott. Létrejött egy furcsa fogalom a Szovjetunióba. Argena Nosci, mit jelent ez? Szó szerint az, aki kitüntetéssel rendelkezik. Gyakorlatilag egy olyan nagy alkotó, nem silány emberek kapják általában ezeket a nagy kitüntetéseket, aki hajlandó kiegyezni a sztálini rendszerrel. Rengeteg pénzt kapnak az írók, a művészek, a tudósok a sztálin díjak révén. Folytak a letartóztatások. Neves politikusok börtönbe kivégző osztag elé kerültek. Rengeteg lakás és rengeteg nyaraló felszabadult. És akkor, 1936-ban, éppen Gorki javaslatára megszületett a Kreml urainak a döntése, ezeket a nyaralókat és lakásokat részint a sztálin díjas alkotóknak, a neves íróknak, művészeknek és tudósoknak kell odaadni. Még azt is Sztálin döntötte el személyesen, hogy kik is legyenek a szovjet irodalom, a szovjet művészet lánguszlopai. Ami a próza irodalmat illeti, Maxim Gorki volt, ami pedig a költészetre vonatkozott, egyértelmű volt Sztálin döntése, Vladimir Majakovszki egy Jezsovhoz írott levelében jellemző módon, hogy kihez írta ezt a levelet, Sztálin leírja Lili Brik Majakovszki szerelme kérésére, hogy Majakovszki volt és lesz a szovjet irodalom egyes számú poétája. És megszületett a legenda, hogy a nagy író Gorki és a nagy költő Majakovszki szövetségesek és barátok voltak, és összekötötte őket az, hogy rajongtak Sztálinért. Hát ez valóban csak legenda. Se Sztálint, sem egymást nem kedvelték.
sőt, valósággal gyűlölték egymást. A futurista Majakovszkijt nyomasztotta a nagyhangú Gorki jelenléte, az írót pedig idegesítették a költő pikírt, polgárpukkasztó megjegyzései. 1917-et követően Majakovszkij politikailag jóval radikálisabbnak bizonyult Gorkinál. Szinte teljes mértékben elfogadta a bolsevik uralmat. És közben fel volt háborodva, hogy az úgymond ellenzéki Gorki mennyire uralja a kulturális szférát. Egy konkrét botrány nyomán még jobban elmélyült köztük a szakadék. Gorki, felülve a pletykáknak, terjeszteni kezdte, hogy az egyik közös nőismerősüket, Majakovszkij, megfertőzte szifilisszel. A költő erre bosszút forralt. Kicsinyes dolognak tűnik, de tény. Megtudta, hogy Gorkit ünneplik az egyik rendezvényen, a napokban, és már nem kapott erre meghívót, elment oda. Félbe szakította az egyik szónokot, és szabályosan üvölteni kezdett. Hát én nem maradok itt, nem hallgatom ezt tovább. Nincs is kit ünnepelni, hiszen Gorki egy élő halott. Gorki ezt soha nem bocsátotta meg Majakovszkijnak. Még halála után sem változtatta meg a véleményét, miszerint Majakovszkij egy harsány, de elég gyenge költő. A szovjet írók első kongresszusán is kifakadt Majakovszkij ellen. A költőköréhez tartozó világhírű művészről, Rodchenkóról is megvolt a véleménye Gorkinak. Ki nem állhatom ezt az udvari fényképészt? Évekig más se csinált, mint hogy Majakovszkij és az elkényeztetett festlet szeretője Lili Brick után koslatott a kamerájával. Mindenütt fényképezte őket. Strandon, urakat utánzó fogadásaikon, éttermek teraszán, mindenhol. Csak a munkások, a komszomolisták körében soha. Jóval Majakovszkij halála után is a Gorki féle összejöveteleken állandó téma volt, hogy micsoda udvartartással rendelkezett. Majakovszkij, Gorki mint rigorózus tanár fel volt háborodva. Ezt nekem Iván Gronszki, az Izvestia szerkesztője, a Szovjet Író Szövetség kulcsembere mesélte jó 15 évvel a gulágon eltöltött időszaka után. Micsoda dolog, Majakovszkij nyílt kapcsolatban él Lilia Brickkel, a kedvesével, osztozik rajta Oszip Brickkel, az asszony férjével, és még mennyi más férfivel. Hát pedig Gorki sem volt olyan szent ember, enyhén szólva, Sorrentóban, második emigrációi idején Olaszországban, és korábban Pétervárot is, megesett, hogy három szép asszony lakott vele együtt egy hatalmas házban, vagy hatalmas lakásában. És hát az udvartartást illeti Majakovszkijnek nem volt annyi pénze, hogy ilyen nagy udvartartás közepette éljen. Gorkinak volt is ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes megjegyzése. Megesik, hogy 20 segget kell eltartanom egyszerre. Sóhajtott fel egykor Gorki, látva saját udvartartását. Hosszú és tragikus élete során Gorki két alapvető problémával kellett megküzdjön, súlyos betegségekkel és a nők iránti felfokozott ragaszkodással. Filozófiai és élettani alapon Gorki nagyon sokat foglalkozott, főleg az 1920-as években, miként lehet meghosszabbítani az emberi életet, de az is felmerült benne, miként lehet majd egyszer, amikor a tudomány nagyon fejlett lesz, feltámasztani a halottakat. Ez volt az úgynevezett Fjodorov-féle koncepció. Majakovszkij és Gorki osztották Fjodorov professzor nézeteit. A 30-as években Gorkinál ez a tézis leegyszerűsödött. Ő hipohonder ember volt, félt a haláltól. És nekem most eszembe jutott éppen, hogy én is félig meddig hipohonder vagyok, legalábbis azt mondják rólam, és amikor olvastam az erre vonatkozó Gorki leveleket, pontosan megállapítottam, tényleg hipohonder volt.
Mivel ezek a kutatások komoly pénzt igényeltek, Gorki az 1930-as évek elején Sztálinhoz és a párt vezetéséhez fordult. Azzal kecsegtette őket, hogy az ő életüket is meg lehetne hosszabbítani, sőt, ami a férfiasságukat illeti, szókimondóan fogalmazott, megszűnhetnének az esetleges gondok. A Kreml urai rábólintottak, és megalakult a gerontológiai kérdéseket elemző kísérleti intézet. Igaz, részben az OGPU, a politikai rendőrség égisze alatt. Ettől kezdve Gorki minden egyes leletének másolata a mindenható belügyi főnök Genrich Jagoda asztalára került. Az író több egykori ismerősétől hallottam, hogy Gorki a régóta jól bevált orvosai mellett akár évente többször is megvizsgáltatta magát ennek a gerontológiai intézetnek a munkatársaival. Mert Gorkit foglalkoztatták a gondjai, a tüdőbaj, az álmatlanság, az idős férfiakat bántó problémák, és elment a gerontológiai intézetben úgy hitte, hogy majd segítenek rajta, és közben nem is vette észre, hogy micsoda pókháló veszi őt körül, hiszen az ottani orvosok, az már bizonyos, az NKVD, a politikai rendőrség besugói munkatársai voltak, és maga Genrich Jagoda, a rettegett belügyi népbiztos, a politikai rendőrség feje, ellenőrzi a munkájukat. Egyébként Jagodával a következő adásunkban foglalkozunk még részletesen. Gorki ismerőse volt Jagoda, legjobb barátainak egyike. Gorki életében mindig is egyszerre több nő játszott központi szerepet. Nem volt olyan kapcsolata, amely ne torkollott volna tragédiába. Legtöbb viszonyát azonban nyíltan vállalta, még akkor is, ha olykor egymással párhuzamosan folytatta ezeket. De titkolózni nem szeretett. Ne ijedjenek meg, nem fogom most felsorolni Gorki összes nagy szerelmét és összes kapcsolatát. De tény, hogy először, nem volt még 20 éves, amikor beleszeretett egy állomás főnök lányába, Maria Baszárginába. Gorki mázsamester volt ezen az állomáson. El akarta venni a lányt, ki is akart törni ebből a lenti millióból. Őszinte ember volt, és elmondta a lány apjának, hogy ő bizony egy lázadó típus. De a lány apja monarchista volt, és ajtót mutatott Gorkinak. Első élettársát, Olga Kaminskaját sokáig titokban kellett tartsa, amíg férnél volt az írónál 10 évvel idősebb asszony. Ő javította Gorki első műveit. Szerelmi drámájukat az Első szerelemről című önéletrajzi novellában örökítette meg az író. Végül 1896-ban Gorki megtalálta, akkor legalábbis úgy érezte, élete párját, Jekatyerina Peskovát, aki később Maxim fiának és Kátya lányának az anyja lett. Az asszony korrektor volt egy vidéki újságnál, ahová Gorki újságírónak, riporternek szegődött. Senki nem gondolta volna, hogy ez a zárkozott, rendkívül pedáns, precíz nő később az SR, a Szociálforradalmárok pártjának egyik vezetője lesz, és végigkíséri Gorkit egész életén, már amikor rég nem is éltek egymással. Egy idő után elhidegültek egymástól, mindketten időről időre kalandokba bocsátkoztak, de a közös baloldali szemlélet és a mély őszinte barátság összekötötte őket. Majd jött egy gyönyörű asszony Gorki életében, s a szilárdnak hit házasságuk zátonyra futott. Mindez 1900-ban történt Szevasztopolban, ahová megérkezett a moszkvai művész színház társulata. Ibsen Hedda Gabler darabját adták elő. A művész színház egyik alapítója, Stanislavskival és Nyemirovics Dáncsenkóval együtt, a gyönyörű színésznő Maria Andrejeva volt.
Gorki azonnal beleszeretett, és valami ilyesmit dőr mögött bajsza alá. Az ördögbe is. Milyen csodálatosan játszik. Nem akármilyen történet ez. A művésznőt és Gorkit, azaz Anton Csehov mutatta be egymásnak, aki a Művész Színház állandó szerzője volt, Gorki jó barátja és mentora, Mária Andrejeva korábbi szeretője. Andrejeva asszony csak kacagott. Későbbi emlékeik szerint szinte azonnal egymásba szerettek. Eldöntötték, kilépnek korábbi családi kötelékeikből. A politika sem állt közéjük, éppen fordítva. Gorki büszke volt arra, hogy új társa, Mária Andrejeva komoly illegális pártmunkát végez, hiszen pénzt gyűjtött a titkos bolsevik hálózat számára. A nő mozgalmi álnevét az őt élete végéig nagyra tartó Lenin választotta ki. Ön mától kezdve Tavárisz fenomén, jelenség elvtársnő lesz. Ebben az álnévben volt is sok igazság. Bár Mária Andrejeva az elkövetkezendő 10-20 évben nem egyszer és nem kétszer Gorki mellett egy tragikus és számára nagyon nehezen elviselhető szerelmi háromszög főszereplője volt. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart soká, a gyorsan elszálló éveket, tegyük hát boldoggá.